winner of this category is Márton Ofer! Óriási volt az öröm Gdanskban, a háromnapos versenyzáró eredményhirdetésen, ahol kiderült, Ofner Márton állhat a dobogó legfelső fokára. A megmérettetésen a szakmai ismeretek naprakész elmélete, gyakorlata és a mentális jelenlét egyaránt sokat számított. Van ugye a feladatban több rész, préselés, forrasztás, hajlítás, nagyon sokféle van, és szerintem a legnehezebb része a versenynek, amihez nagyon jó térlátás kell, az amikor három dimenzióban több iránytöréssel kell hajlítanunk, és van mondjuk kerülő, félkerülő 90 fok, és ezek így egymást követik, egy csőszakaszból ezt mind kihajtogatni, úgyhogy elsőre, mert itt nincs plusz anyag, tehát itt nem lehet hibázni. Szerintem a legnehezebb számomra is az volt, hogy fejben ott maradjak, mert voltak olyan dolgok, amik megtörték a lendületet, és igazából ott volt az a pillanat, hogy én ott most rástresszelek arra, hogy ez itt egy hiba, és ezzel foglalkozok, és ez leköt, akkor onnantól fogva az összes többi pontom, ami utána következett volna, elrontom, nem koncentrálok. Marci egykori középiskolájának kétségkívül a legsikeresebb tanítványa, ám nem az egyetlen. A technikum különböző szakmacsoportokban évek óta indít diákokat versenyeken. 2017-től kezdve minden világversenyen ott van az iskolánk. Én azt gondolom, hogy megtaláltuk a megfelelő tanulót és a megfelelő oktatót ahhoz, hogy a gyerekekből kihozza a maximumot. Marci is azt gondolom, hogy megtett mindent azért, hogy sikerüljön ez a verseny, és akiket elindítunk, az azt gondolom, hogy minden gyerek megpróbálja kihozni magából a maximumot. Marci jelenleg egyetemi tanulmányaira összpontosít, és a tervek szerint ez a következő években is így lesz. A távolabbi jövővel kapcsolatban azt mondja, ezután is mindenből kihozza a maximumot, így a kínálkozó lehetőségekkel egészen biztosan élni fog.